Lelketlen hű hótokon legyen egyel több ének, én itt a dal, ó, márciusi vének. Nos, agrimek, feszüljetek semmiséges magasra, ki gondol itt becsületes tavaszra. Volt itt tavasz, valamikor itt egyszer tüzek égtek, nem éltek itt, nem éltek itt, örökkön bárgyú vének. Vörös volt itt a büszke szín, tüzes magyar sugárzás, forradalom, forradalom, bíboros eszme párzás. Oly mámoroknak tűzleve volt, amit akkor ittak, ti pocsolyát, vén márciusi ifjak. A trágya dombon nyit virágkor, hat fágyújt a szikra. Itt csupa múlt a lelkek álma titka. Vén álmos kenyérbakterek kántálnak itt az éjben, és álmosan zendül a bomba éjjel. Senki sem tudja, mit akar, mit akarhat, mit várhat. Ki érti itt a tavaszi csodákat? Jó tud lenni, hogy akár milyen városban, itt a közeli városokban vagy otthon, velé sok helyen tudok találni, hogy ha nincs hol aludnom, lenne hol aludnom. Szóval ezt én nem úgy indítottam, hogy ezt meg kell ismerjék. Tettem a dolgom, vagy hogy énekeltem, írogattam, és így megszerették. És sokan írogatnak, hogyha itt jársz, akkor alhatnál nálunk, vagy hogy elhívnak mulatozni. Mondtam, hát erre úgy nincs időm, ha mindenhova elmennék, akkor alkoholista lennék. Mi sörözünk továbbra is, vagy hogy iszunk meg, hogy így a zenészek szeretnek iszogatni, meg mulatni, nem csak mások, mi talán jobban, azért csak nem olyan Kurt Cobainnek, meg semmi, de... Azt nem tudom, hogy másoknak mit jelent, de számomra mindenképpen szimpatikus az, hogy Báró Maszkura, azaz Bíró Szabolcs magyarországi sikerei ellenére is azt vallja magáról, hogy ugyanaz a marosvásárhelyi uniris fiú ma is, mint itthon volt Erdélyben. Szabolcs a Maszkura és a Tücsök Rajjal sok színpadot meghódított már. Sikere abban rejlik, hogy sosem tagadta meg önmagát, számos zenei műfajban otthon van. A zeneszerző, harmonikás folyamatosan kutatja a zenei lehetőségeket. Tudja, hogyan kell a hip-hopba belecsempészni a mulatóst, illetve népzenei motívumokat úgy, hogy az szerethető legyen. Marosvásárhelyen a Művészeti Liceumban tanult, édesapjának köszönhetően beleszeretett a zenébe. Itthon rappelt magyarul és román nyelven is. 2005-ben Budapestre költözött, ahol többek között utcazenészként kereste a kenyerét. 2007-ben alapította meg a Maszkura és a Tücsök Rajt. Fátlanul húzta, Gábor a bőgőn csanád a dobot rendesen szétfúzta, Csabi fenger, Feri billen, a bugit fogit hozza, Maszkura a zongin a kácsit, ezt major batolja. Hey, figyelj, milyen szexin, túrom a hajam, bizsereg a szoknyád alatt a dallamot fújajka. Ez nem heavy, nem hegyi metal, reméljük ön is érti, itt nem női hangon énekel, sok szőrös mellű férfi, aki szebb, mint az ki van festve, aki nálam keményebb, az már jeges medve, ki csak a dobbintót veszi, de meg hirdet kiesi, aki jobban kinéz, mint én, az kiesi. Bíró Szabolcs mesél nekünk Budapestről, a zenei kalandokról, nem megalkuvásról, sikerről és hétköznapi létről. Szomszédaim Gábor cigányok voltak, és én közel 9 évig muzsikáltam esküvőkön, bálokon. Úgy indult, hogy nem zenész családba születtem, de mégis engedték, hogy foglalkozzak egy olyan dologgal, ami mellett mondták is, hogy kell egy szakma is. És
úgy alakult, hogy engedték nekem, hogy népzenét, meg bármit csinálják, engedték, hogy harmonikázzak, és a szomszédban voltak ezek a Gábor, Rostás, Rupi, meg a többi romák, és hallgatták a Szántócsorbát, és úgy kialakult, hogy én harmonikázom, és folkrajongás van még most is, és egyre inkább. Tehát, hogy sok szépet kaptam onnan a szomszédainktól, ami jelent román cigányt, és nem tudom, ha van még más is, de ez a kettő biztos van. Szóval jártam a Művészeti Liceumba, szobrászat grafikára, az is sokat változtatott, mert a 8-as általános iskolába jártam iskolába, és ott észrevették, hogy van érzékem a képzőművészetre, rajzra, és akkor apukám kivette abból a 8-as iskolából, és elvitt a Művészeti Liceumba, amit aztán nem fejeztem be, elkerültem a faipari liceumba, Forestierba, és ott tanultam fafaragást, de úgyis a zenegyőzőt jártam az Apollóba, ami ilyen népi iskola, hogy rajzolt, zenét, mindenféle tanítottak, ott elindult az alap 3 év, ami megnyitja a fülemet, meg a fülünket, és elindított egy úton, aztán autodidakta módon folytattam, meg jártam esküvőkre. Tehát az alapokat otthonról kaptam, és akkor jött a hip-hop 98-ban, mint szövegírás, előbb románul, aztán felindulás volt a Társaknak, és azt mondtam, akkor az anyanyelvemen folytatom, mert abban csak jobban tudok gondolkodni, és jött a Subbase Monster, meg a Gangsta Zoli, és az összes többi, ami nekem nagyon tetszett és szép volt, és azt mondtam, hogy én is eljövök egy olyan helyre, ahol így nem kérdés, hogy melyik településre, vagy hogy melyik városba megyek fellépni, hallgathatják. Akkor még nem írtam én úgy népzenéket, vagy hogy én most örömmel írnék románul is, meg bárhogy vegyesen. A román nyelvet nincs kivel használnom, de hát, hogy ilyen népzene rajongás van, és a népzeneészek olyanok, hogy aki népzenét szeret és olyan orientált, az így mindenkinek a népzenét szereti, aki a környező országok népzenét, vagy a Balkán népzenéket, úgyhogy nincs baj egyiknek sem népzenéjével, úgyhogy otthon is bőven ellennék, de nincs kivel használnom. Szóval hallgatok sok román népzenét, inkább Kolozsvár környékét, meg cigányzenéket, és megvan jól, szóval nyugodtan tudok beszélni utcai nyelven. Hát, hogyha hivatalba megyek, akkor nem tudok. Akkor így van ilyen szívdobogás, vagy gyorsabb dobogás annak, hogy jó, hát ezt most hogy indítom el, és ha jó arc valaki, jó fej, akkor türelmes, és kivárja a makogást, ha meg nem, akkor ez kijön, hogy te itt születtél, én nem tudsz. Budapestbe bele kellett rázódni, érdekes volt, meg szép, hogy így átköltöztem. Nagyon tetszett nekem, hogy mindenhol magyarul beszélnek. Tényleg nincs úgy sztárság, nagyon pici ország ez, és rengeteg szólista zenekar van, és sok fesztivál van, szóval itt azért úgy el lehet vegyülni, nem olyan könnyű, de így is tök sokan ismernek, elég sokan, és autóból kiszólnak, hogy szeretnek. Miattad lemondok a nagy világról, csillagom, jöhet a takarékos üzemmód. Mert néha beleszaladok azért az éjszakába, s majd reggel újból lemondok. Ezzel bármikor kezdhetnék másba. Jó, hát Detroit Technót nem fogok, még hogyha szép is, az is egy művészeti ága, vagy szép ága az elektronikus zenének, szóval sokféle szép dolog van, és eklektikus zenével, vagy hogy eklektikusan kezdtük az egészet az első két lemezzel, és ez így megmaradt, vagy hogy könnyen el lehet jutni, hogyha valami érdekeset csinálsz. Nincs, hogy is mondjam ezt, sose leszünk mi headline zenekar már, és nem is volt ez cél. Az első két lemeznél sokkal jobban működött, sokkal több koncert is volt, amíg viszonylag idézőjelben én vezényeltem, de nem úgy, hogy főnökszerűen, hanem írtam szövegeket, akkordokat,
sok szép dolog történt, de szeretik ezt a inkább ilyen idézőjelben mondom, hogy dáridós dolgot, még hogyha titkolva, és hogyha berúgnak a magyarok, legyen az magyarországi magyar vagy otthoni, azt mondják, hogy nem szereti a mánélét, és mikor berúgott, akkor a lagzin ugyanúgy hastáncol rá, vagy ugyanúgy csemerkedik. Ahogy mondják pár, én nem hívnám így, ugyanúgy jól érzi magát. És ez itt is így van, szóval vannak igényes dáridó hangzások, például, hogyha a notármérit vesszük alapul, vagy a... Azt mondják, hogy általában akkor írunk mély, meg szép dolgokat, hogyha mélységekben vagyunk. Sokan nehezen tudnak szépet, jó dalt írni, hogyha nagyon boldogok, és hogyha minden rendben van, szóval hogy nincs honnan merítkezni. Általában könnyebben ír dalt az a valaki, aki rosszul van, lelkileg nincs jól. Szóval a vívódást az könnyebb leírni, könnyebb szavakat, erős szavakat találni, de azt, hogy jól vagy, az olyan nehéz, mert így félsz, hogy ilyen snasz lesz, vagy ilyen semmilyen. Én elég sokat közreműködtem hip-hopban, nem tudom, inkább az ilyen mocskos dolgokat szeretem, és elég sokat panaszkodtam régebbi dalokban, mindenfélét így leírtam. Én olyan dalokat szeretnék továbbiakban írni, ami inkább boldog. Én nem akarom megmondani, hogy hogy éljen valaki. Elég sok olyan dal született az utóbbi években, nem akarok zenekart említeni, és elég sokan, hogy élj, és hogy milyen szert tegyél le. Hát ezt magad döntsd el. Mondjuk tud segíteni egy zenekar valakin, hogyha nagyon olyanban van, és ő a példaképe, az előadó, és hogyha az megváltozott, vagy valami olyan történt, vagy olyanokat mond a repjeiben, a dalokban, akkor lehet, hogy jó útra tereli, de szerintem ehhez elég egy olyan jó baráttal találkozni, akinek elmondod, hogy neked elmerem mondani, hogy mi bajom van, és lehet, hogy az segít, de egy dal is, egy zenekar is tud segíteni. Inkább mulatozós vagy, hogy ilyen vicces, kedves dolgokat szeretnék, szóval nyavajogni semmiképp, meg panaszkodni, abból szerintem rengeteg van. És hogy hol tart a zenekar, mivel hogy említettem nem olyan rég, egy néhány perccel ezelőtt, hogy nagyon pici ország, sok fesztivál van, sok zenekar van, és most megy nagyon ez a trap dolog, ami nekem nagyon tetszik, de itt nem az a lényeg, hogy rapre vált valaki. Nekem lehet, hogy jól állna, mert rappel kezdtem, és de hogyha valaki rockzene után, vagy a diszkója után így megijed, és elkezd remegni, és akkor én is trapzenét fogok csinálni. Szóval nem ez a kulcs, szerintem. Inkább az, hogy real maradja, ahogy itt mondják, őszinte maradj, inkább arról beszélj, vagy rappelj, ami történik éppen veled, de nem árt, hogyha olyan szerű történik, mint nagyon sok mindenkivel. Elég nehéz úgy is írni céltudatosan, hogy olyan témát feszeges, hogy amit mások is megéltek. Jó, az is működik, hogyha szidod az országot, és elkezded a miniszterelnök nevét is használni, és hogyha okosan úgy címezel fel egy dalt, hogy abban úgy benne van valami, már azért, mint egy újságos interjút, hogy olyan rossz címe van, hogy direkt elolvasod, és akkor rájössz a végén, hogy nem gyerek született, harmadik kutyájuk lett. És elolvastad? Elolvastad. Szóval na, mindegy, visszatérve, hogy nem elég váltani, ott olyan dolog kell történjen, vagy olyanról kell beszélned, ami mást is mozgat, vagy hogy ami megnyugtat másokat, sok mindenkit, és én mindig azonos, vagy nem tudom, dalokat írtam, nem törekedtem arra, hogy most olyat szeretnék írni, hogy elkapjon egy nagy közönséget. Az jó, hogyha ösztönösen írsz úgy, hogy nem a magad személyében, hanem valahogy úgy írod meg, hogy mindenki magára tudja venni, vagy hogy azt megnyugtassa, vagy hú, ez velem is így. Van, amit mesélni bőven, merész mosolyok jönnek ám, orfoltok az Úrnak a broszám. És
sokan szeretnek, úgyhogy én tovább írom, és így nem térek le erről az útról. Itt van a Putri Pop, akikkel erdélyi cigányzenét játszunk, ilyen csingerdit, ami a román cigányzenét jelenti, a pont a mi környékünkön játsszák azt, ahogy kell, és Kolozsváron meg máshol is, de hogy én ott hallottam. Szóval azt így nagyon szeretik. Tücsök Rajjal ugyanúgy lesznek hip-hopok, sőt, vannak úton klipek, lesz DSP-vel is új klip, Bitang címmel. Aztán lesznek olyan 2.0-ás verziók, aminek nem lett vizuálja, és ami nagyon szép, azokat elővettük, és meg is vannak már, csak elég nehéz összeegyeztetni 7 embert is. Úgyhogy sokan szólóban vannak, és csak a videóssal megy el forgatni, vagy a főszereplő lányjal, az lehet könnyebb. Úgyhogy nem egyszerű, de én örömmel vagy, hogy igyekszem csinálni, úgyhogy már 14 éves múlt a zenekar, én meg 17 éve élek itt. Hogy senki nincs a régiek közül. 5 évig volt Révész család dobolt, csak ő elektronikus zenét szeretett, és abban szeretett volna tovább lenni, és bárkit elenged, szóval így erőszakosan nem tartasz magad mellett. Hogyha nagyon sokat játszol, van olyan, aki okos és marad, mert mondjuk lehet sok pénz van benne, de nálunk sose volt sok-sok pénz. Úgyhogy ezt így vagy szerette valaki, és azért maradt, vagy gyereke született és más országban hitt, Angliában, vagy nem tudom, például a 5 évig zongoristánk, Lakatos Feri, ők Sheffieldbe költöztek, és ott tanult hangmérnökit, meg mindenfélét, és ott él, 2 lányuk van. Úgyhogy a régi brigáddal mind szépen váltunk el, és meg volt a lényege, értelme, hogy miért mennek el, és meg kellett értenem. Aztán mindig a zongoristákkal volt gond, hogy a gitár egyféleképpen szól, a basszus is, a dob is, jó gitárra lehet rakni effekteket, basszusgitárra is, meg másra is, de hogy fontos, aki szintizik, hogy nem csak zongorázik, hanem vannak ott még hangszerek, lehet, hogy külső hangkártya, lehet, hogy MacBook Pro valami, és mennek ezek, meg amazok, és lehet 3 billentyű van egyiken, kísérő hangszín, meg szóló hangszín, és nem mindenki olyan, mint a Lakatos Feri, vagy mint sokan mások, hogy elhoz 4 hangszert, külső hangkártyát, géppel, és be van állítva. És ezt nagyon nehezen találtuk meg, és most találtunk rá a Sárdi Tamásra, aki egy csodálatos ember, és szerintem nem igazán van itt sok olyan, úgyhogy ezek utolsó darabok. És azt is mondtam neki, hogy ha Amerika lesz neked, akkor Amerika kell legyen, mert hogy ez olyan játék, és olyan illedelem van, és olyan tudás van, a szülei is nagyszerű emberek, szóval ez egy csodálatos család, én most nem nyálaskodni szeretnék, de hogy így, akkor megtudtam, pedig az apukája említette, hogy Fehérvárra fog visszaköltözni, hogy ott még tanulni, vagy hogy találkozni a popzene, könnyűzene miatt, visszaköltözik Magyarországra Tiffanyval, feleségével. Úgyhogy nincs olyan messze az a 60 kilométer, szoktunk így próbálni, meg igyekszem írogatni dalokat. Tehát a Földesi Attila lett 5 év után a dobós, és hogy én, nekem ő a kedvencem, és ő maradt úgy mellettem. És utána jövögettek, most Szentgallai György Dezső basszusgitározik, ő is egy csodálatos ember, és nagyon nagy tudással rendelkezik, meg Borbényi Dani gitározik, ő a Csabi után jött, ő méltó utódja. De úgy kb. Mindenki tanít közülük, mert ugye ez ilyen, hogy többnyire mind tanárokkal találkoztam, bár fiatalabbak jóval, mint én. Miattad vártam, miattad járom az utam, miattad nem élem bele magamat másban. Így jövök lázba, így jövök érted, csak ugyan hiszem, hogy a csókok még mindig nekem járnak. Táncoltam penge élén, ültem a szakadék szélén, megúsztam azt pár pofonnal. Felettem szerelmeket, kergettem fellegeket, de most a csókokat gyűjtöm egybe veled. Miattad lemondok a nagyvilágról, úgy bizony, jár érte jutalomból egy korsó. De ha beleszaladok azonban pont magába, Istenemre lemondok. Jó színpadon lenni, van, aki ezzel az underground-dal
takarózik, vagy nem tudom mit csinál, de akkor anyukádnak játszol, meg egy-két havernak. Szóval jó a színpadon lenni, de igazán akkor jó, hogyha megfelelő közönségnek játszol. Ha városnap van, falunap van, az azért nem jó, mert jó sokan lehet szeretnek, és ott ismernek meg, ez nagyon jó. De egy csomó mindenki fűfa oda kerül, aki vagy be van rúgva, vagy hogy nem készült fel, és nem tudja azon, hogy kell viselkedni, és közeljön, és más dalt kér, és azt hiszi, hogy ez egy olyan dolog, mint egy pár, hogy fölszól, hogy neki melyik kedvenc dalát, és nem tudja szétválasztani, hogy egy olyan zenekar, aki önálló dalokat játszik, vagy saját dalokat játszik, és ezek ki tudnak zökkenteni. Én egy elég ideges csávó voltam, és nem tudom, igyekszem így javulni, és ezekből itt tanultam, szóval nem voltak kellemetlen helyzetek, de viccelődve tudtam szólni, hogy biztos lekésted a 9-es buszt, vagy nem tudom, és nem jutottál haza, és akkor... Szóval jó érzés, hogyha inkább önálló koncert kell, ahová miattad jönnek. Vagy hogy egy olyan helyre mész, aminek van alapközönsége, és passzol az a zenei hangulat, amit képviselsz, és akkor oda beengednek játszani, és egyfajta közönsége van, aki biztos, hogy megfelelő. Lehet azt mondja, hogy érdekes zene, nem a kedvencem, de nem jön kellemetlenkedni, vagy semmi rosszat nem csinálsz. Szóval a városnap, falunapon van a legtöbb pénz, de hogy az a legrosszabb is, hogy így sziszegsz, hogy remélem nem lesznek ilyen kellemetlen fejek. Mert van, aki bénán szól vissza, se ott áll 1000 ember, vagy nem tudom, 500, és az úgy megmarad. Szóval erre vannak példák YouTube-on, nekem nem igazán volt, de... Szóval egy a lényeg, hogy olyan helyre kell menni, ahol rád várnak.